Intézményi hatáskörben napközis táborokat lehet szervezni a járványügyi szabályok betartása mellett, jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár még szerdán. Az ott alvós nyári táborokról szólva azt mondta, még zajlanak az egyeztetések, azokról a jövő héten tájékoztat majd a kormány. Szerde este mégis megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, aminek értelmében június 16-ától a gyermek és ifjúsági táborok napközi és ott alvós szervezésben egyaránt megtarthatóak. Tolna megyében is elkezdték szervezni az iskolák, sportegyesületek, kulturális központok a nyári táborokat. A KSC Szekszárd elsőként reagált az enyhítésekre, és a múlt héten meghirdette a kosárlabda táborukat, ahol szinte azonnal betelt a létszám. 31 alsós lány sajátítja el a kosárlabdázás alapjait június közepén Szekszárdon a sportcsarnokban. Ez nem itt alvós, hanem nyilván napközis jelleggel is igyekszünk mi is majd minden szabályt betartani, de úgy gondolom, hogy ez a szülőknek óriási segítség. Az augusztusi, hát bonyhádi táborunk még kérdéses, hanem akkor napközis jelleggel augusztus 10-től szintén táboroztatni fogunk, vagy Bonyhádon, vagy Szekszárdon. Az UFC-nél még nem tudták megmondani, hogy tartanak-e napközis és ott alvós futballtábort, és ha igen, mikor és milyen körülmények között. Erre vonatkozó utasítást még nem kaptak a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. A Babits Mihály Kulturális Központnál azonban készülnek a gyerekek fogadására. A mesterségek mesteretábor június 22-től, hercegnő tábor június 29-től, varázsecset rajztábor július 6-ától, grimaszka tábor július 13-ától, szuperhős tábor augusztus 3-ától, és kézműves alkotó tábor augusztus 10-től várja majd a kedves érdeklődőket, a kedves gyermekeket és a szüleiket. Zsikó Zoltán reméli, hogy hamarosan kiderül, kinyithatnak-e a kulturális központok, akkor dől el, hogy mi lesz a nyári napközis táboraik sorsa.